Már megjelent a kiírás, letölthető a pályázati lap, vagyis újraél az a sporttámogatási felhívás, amelynek keretében Cegléd város önkormányzata a Ceglédi Sportcsarnok Kft-n keresztül biztosít támogatást a szociálisan rászoruló ceglédi lakosok sportolásához. Tavaly évben hirdettük meg először ezt a szociális sporttámogatási pályázatot. Tavaly ősszel, akkor 1,2 millió forint értékben tudta a város támogatni ceglidi lakosoknak a sportolását. Akkor is úgy hirdettük meg, idén is úgy hirdettük meg, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a versenysportolóknak, tehát az utánpótláskorú versenysportolóknak szól ez, hanem szól ez a lakosságnak is. Tehát, hogy a tavaly évben tollaslabda, karate, kosárlabda sportágakból, most így akikre emlékszem, hogy fejből érkeztek a pályázatok. És ha valaki megfelelt a kiírás feltételeinek, akkor az ő tagdíjukat egy évre kifizették, vagy éppen sportfelszerelést vásároltak számukra. Tavaly tehát csak a versenyszerűen sportolók közül érkeztek pályázatok, pedig a támogatási rendszer kiemelt része, hogy azokat a ceglédieket is segítse, akik szabadidejükben szeretnének sportolni, de nem engedhetik meg maguknak, hogy mondjuk bérletet vásároljanak egy edzőterembe. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a lakosság számára is nyitott ez a dolog, tehát hogyha valaki azért nem tud elmenni mondjuk spinning órára, konditerembe, bárhova, mert nem tudja a bérletet megvásárolni, akkor ebből azt is van lehetősége megvásárolni, tehát ebben segítünk, úgyhogy nyugodtan adja be a pályázatot. A városnak az oldalán elérhető, le kell tölteni, egy adatlapot kell kitölteni, igazolni kell, ugye a rászorultságot le van írva a kiírásban, hogy ez hogyan, figyelni kell a határidőt, mert a hónap vége. Arról, hogy ki részesülhet támogatásban, bizottság dönt majd. Ennek tagjai Szabóné Kökény Erzsébet, a kistérségi szociális szolgáltató és gyermekjóléti központ vezetője, Hánka Levente református lelkipásztor, Lőrinc Tamás olimpiai bajnok birkózó és Kőházi Ádám városi sportkoordinátor. A támogatásra minden ceglédi lakos pályázhat, kortól függetlenül. Természetesen 18 éves kor alatt szülő vagy gondviselő adhatja be a kérelmet. Az a pályázó kaphat támogatást, akinek és a vele egy háztartásban élőknek az egyfőre jutó havi nettó jövedelmük nem haladja meg a szociális vetítési alap 500%-át, vagyis a 142.500 forintot. A benyújtási határidő október 31. csütörtök 12 óra. A pályázatot e-mailben is be lehet nyújtani a sportszervezőkukac@ceglelisportcentrum.hu e-mail címre, vagy lezárt postai borítékban a Gály József sportcsarnokban. Az átborítékon fel kell tüntetni, hogy szociális sport támogatás. A pályázatokat tehát már várják, az adatlap a város hivatalos weboldaláról is letölthető, és ott megtalálható minden fontos információ is.